Partnerünk számára már kiállítottuk az előleg számlát. Ezért a képernyőn nem a számlakészítés funkciót választjuk, hanem a számlakeresés csempére, a bal oldali menűsávban található számlák számlakeresése menüpontra, vagy a gyors menüből a számlák keresése pontra kell kattintanunk. A kereső ablakon a partner nevére és vagy dátum dátumintervallumra van lehetőség szűkíteni. A keresés gombra kattintva a feltételeknek megfelelő bizonylatokat láthatjuk. Közöttük az egyes vevő partnerünknek kiállított előleg számlát is. A sor végén található műveletek gombra kattintva az elérhető funkciókat láthatjuk. Itt válaszuk a számla készítését. Ezt követően már az eddigiek alapján ismerős felülettel találkozunk a készítés oldallal. A bizonylat fejléc adatai az előleg számla alapján kitöltésre kerültek. Az oldal alján látható, hogy a bizonylatunk eddigi netto és bruttó összesen értéke, az előleg számla értéke negatív előjellel. Kezdhetjük a tételek rögzítését. Legyen az alaplap termék, és adjuk meg a partnernek a törzsadatoknál beállított 5% kedvezményt. A tételmentése után már látszik, hogy a nettó és bruttó fizetendő összeg figyelembe veszi az előleg összegét. A bizonylat tartalmát megtekintve látszik, hogy az alaplap terméksor alatt még egy tétel szerepel, a figyelembe vett előleg a bizonylatra való hivatkozással. Az ellenőrzési funkciót elindítva látható, hogy az algoritmus nem talált hibát a véglegesítés gombra kattintva, majd a folyamatot megerősítve az előlegszámla figyelembe vételével elkészítettük a végszámlát. A készítés során bemutatott lehetőségekkel itt is lehet élni. A bizonylat nyomtatható, esetleg menthető. Távnyomtatás esetén a partnerünk e-mail címére a csak nyomtatható bizonylat linkjét az alkalmazás a háttérben elküldte.